A Vámbér és Családi Szombaton együtt szórakoztak a diákok, a szülők és a pedagógusok. A program részeként a rendőrség és a tűzoltóság bemutatót tartott. A gyerekek kézműves foglalkozásokba kapcsolódhattak be. Volt ugrálóvár és akadálypálya is. A programokat úgy szervezték, hogy a diákok tanuljanak is belőle. Akár hogyha egy rajzot készítenek, akkor ott a diákok a művészetekben merülnek el, ha sportolnak, akkor egészséges életmódra. A tűzoltással természetesen pedig próbáljuk megmutatni azt, hogy miből áll ilyen veszély esetén az embervédelem, a természetvédelem. Nagyon sokan itt talán egy kötetlenebb hangulatban beszédbe legyednek, szórakoznak, akár játszanak, vagy sportolnak együtt, tele vannak a standok, és mindenhol örömet látok, mosolyt látok. Ez a vámbér is életérzés. A Sikamonyi Közösségi Ház udvarán szintén jól szórakoztak a családok. A gyerekeket 6 ügyességi versenyszámban várták. Volt zsákban futás, síléccen közlekedés, talicskában tolás, karikadobálás, a legkisebbek pedig medencében haláztak. Minden évben próbálunk egy kicsit javítani még azokon a programokon, amik vannak. Úgy érzem, hogy mindig többen jönnek el, és mindig jobban szórakoznak. Kibővítettük azzal, hogy a szülők a gyerekekkel együtt leülhetnek, beszélgethetnek, jól érzik magukat, és azért jönnek el közénk, hogy itt kellemesen töltsék el az időt. A Jilemnyicki utcai alapiskolában is megünnepelték a gyermeknapot. A tanulás helyett ezúttal az önfeledt szórakozásnak jutott szerep. Karaokésót tartottak, a gyerekek sportjátékba kapcsolódhattak be, emellett pedig volt arcfestés is.